előadásokon, kiállításon, ételkóstoláson és még számos más programon vehettek részt a Kodály Zoltán gimnázium tanulói. Az iskolában évtizedes hagyomány a Kodály Hét megszervezése. Ennek keretében az intézmény tagozatai mutatkoznak be. Nálunk van a megyei népdal éneklési verseny, amelyik az országos Tiszán innen Dunántúl versenynek az előselejtezője. Van történelem versenyünk, szépkiejtési és szavaló verseny, és a megkoronázása ennek a hétnek a keddi karácsonyi koncertünk, illetve még szerdán a diákoknak osztályéneklési versenyt tartunk. A spanyol nyelv 2001-től került bevezetése az iskolába, két tanítási nyelvű formában, és óriási jelentősége van az iskola életében. Azt gondolom, nyelvtanárként is, hogy az idegen nyelvek tanulása nagy mértékben hozzájárul a gyerekek személyiségének a fejlődéséhez. Nem csak az idegen nyelvet ismerik meg a diákok ezáltal, hanem saját magukat is. Nyitottabbá válnak a világra, az új kultúrára, és itt a spanyol nyelv most hozta a spanyol kultúra mellett a mexikói kultúra megismerését, úgyhogy ez a mai nap mexikói nap nevet viseli. Ennek keretében különböző színes programokkal készültek a spanyol tagozaton tanulók. Ez a nyelv meghatározó szerepet tölt be az iskola életében, és sokan is választják mind a két tanítási nyelvű, mind az általános tagozatokon. Igazándiból az első évben spanyol nyelvet tanulnak a gyerekek heti 20 órában, és ezzel készítjük fel őket arra, hogy a második évtől kezdve már bizonyos tantárgyakat, a matematikát, földrajzot, történelmet, és tizediktől kezdve pedig a célnyelvű civilizációt is célnyelven tanulják. Nagyon népszerű, úgyhogy tulajdonképpen a beiskolázást nézzük, akkor körülbelül háromszoros, négyszeres a túljelentkezés a két tanítási nyelvű tagozatra, illetve az általános tagozaton, tehát itt az ének tagozatot, a humán tagozatot és az általános tagozatot tekintve is nagyon sokan szívesen választják második idegen nyelvként a spanyol nyelvet. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy most már lassan a spanyol lesz az első világnyelv, tehát lassan megelőzi az angolt. Nagyon jól el lehet vele helyezkedni olyan szempontból, hogyha mondjuk kombináljuk akár egy angol vagy egy német nyelvvel, hiszen akár turisztikai, akár kereskedelmi szempontból nézzük, megvannak a lehetőségek, hogy a gyerekek megtalálják utána a lehetőségeiket ezzel a nyelvvel, ezzel a nyelvtudással. A rendezvényen egy Frida Kahlo ihlette kiállítást is láthattak az érdeklődők. Szepesvári Petra fotós azt mondta, a modell adta az ötletet a sorozat elkészítéséhez. A modell ihlette az egész sorozatot, meg így az ötletet. Ő hozta, mert megláttam benne a hasonlóságot, és így indult el az egész gondolat, hogy csináljunk egy sorozatot Fridáról, és akkor ennek hozadéka volt, ennek a gondolatnak az, hogy ne csak egy autentikus sorozat legyen, hanem játszunk el azzal, hogyha Frida Kahlo ma élne, akkor vajon milyen nő lenne. A másik része a kiállításnak egy flamenkós sorozat, az pedig az idei munkám, Markó Évi táncművész kért föl, hogy egy kicsit összetett volt az ő felkérése, mert ő egy tánciskolát működtett Pécsen, ahol a balett növendékeit, a végzős balettosokat kellett fotóznom, és akkor mellékvágányként az ő szíve csücskét, a flamenkót, amiben sokat vendégszerepel, mint műfaj, őt is kérte, hogy fotózzam le. És úgy gondoltuk az iskola szervezésével, hogy nyilván a flamenkó is idézi a mexikói világot, és hogy akkor ezeket a képeket is Frida mellett állítsuk ki. Az iskolába a mexikói nagykövetség kulturális attaséja is ellátogatott, aki országáról tartott bemutatót. 1976 óta tart együttműködésünk Magyarországgal, nem csak kulturális, hanem kereskedelmi területeken is, hiszen működnek magyar vállalatok Mexikóban és mexikóiak is Magyarországon. Emellett a mexikói nagykövetség szoros kapcsolatot ápol a magyarországi kéttannyelvű intézményekkel is. Ezt az is mutatja, hogy évente átadjuk a spanyol, mint idegen nyelv kiválóságért díjat, azaz a mexikói érmet. A kitüntetést olyan középiskolás diákoknak ítéljük oda, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el a spanyol nyelvtanulás területén. Ezt az érmet idén már két kodályos tanuló is kiérdemelte. A spanyol tanulmányaimban igyekeztem mindig jól teljesíteni, és különböző versenyeken is, programokon is segíteni és részt venni. Jó érzés volt, hogy valamilyen szinten így elismerték az éves, több éves munkát,
és a teljesítményre valamilyen visszajelzést is kaptunk. Volt ilyen spanyol civilizációs verseny, amint például második helyezettek lettünk, és én is próbáltam minél több versenyen részt venni, és elég szép eredményeket sikerült elérnem, és hát ezért. Én voltam egy spanyol nagykövetségen, és ott is kaptam egy díjat, és igazából nem gondoltam, hogy még egyszer engem fognak kiválasztani, de nagyon jó érzés volt, hogy még a mexikóiak is úgy gondolták, hogy én az egyik legjobbak közé tartozok. Számomra is nagy megtiszteltetés volt ez, hogy hát nem is gondoltam volna, hogy tehát ez nem Európa, ugye Mexikó, Dél-Amerikában van, és hogy mégis ennyire próbálnak kapcsolatot velünk kiépíteni. És hát igen, jó érzés volt, hogy így ezt mi kaptuk meg. A mexikói nap további részében a diákok akár a híres guacamolét is elkészíthették és meg is kóstolhatták. Emellett további előadások és változatos programok várták a tanulókat.